Sziasztok, a mai videóban folytatom a 24 órás kihívásos sorozatomat, ez a negyedik része. Most 24 óráig kék ételeket ettem, és igaz elmondtam a rózsaszín videóban, hogy ne is írjátok, hogy egyek kéket, mert tudtam, hogy borzasztóan fog elsülni, mint ahogy el is sült. De természetesen azóta más kommentet sem kaptam, mint hogy egyek kék ételeket, hát akkor elhoztam nektek itt van. De ha kíváncsiak vagytok rá, akkor magam sem tudnék jobb tanácsot adni ehhez a videóhoz, mint Bíró Mari maga. Aki szereti, kékbe nézheti. Elindultam kék ételeket venni, és igazából mindig ezt mondom, de most vagyok először úgy, hogy teljesen tanácstalan vagyok. Fogalmam sincs, hogy mit fogok tudni venni. Egy kaja nincs a fejemben. Aztán majd meglátjuk. Let's go! Ezzel talán tudunk dolgozni. Kelleni fog ilyen is. Semmi nincs, ami kék lenne. Stripes and blues. Naturally blue potato. Úgyhogy ez kék. Uh-huh. Végül is ebbe van kék, amit ki tudok válogatni. Málna blue, ami tényleg blue. Oda nézzetek. Na ezen a soron már jóval több kék dolgot látok, viszont nekem ebből a Powerade-ből a kedvencem, a kék az nincs, úgyhogy be kell érjem szerintem ezzel a Gatorade kék itallal. Kék áfonyás, úgyhogy még akár az is lehet, hogy kibontva ez kék. Megpróbáljunk egy ilyet. Úristen, ha jól emlékszem, ez vagy kék, vagy lila. Na ez micsoda? Nem tudom, veszünk egyet, de a kicsi elég lesz. Úgy hívják, hogy kék sajt, úgyhogy számít. Kék sajt. Ez jól néz ki, csak nem szeretem, az a baj. Pedig kék. Oké, szerintem készen állok. Day 2. Halli, jó reggelt! Na, most van az, hogy kisminkeltem magam, megmostam a hajam, és meginnám a reggeli kávémat, de nem tudom, mivel az nem kék. Túl egyszerű lenne, ha megfognám és beszínezném kékre a kávémat, túl kézenfekvő, nem izgi, úgyhogy vettem kék teát. Ez a tea természetesen kék, más nevén pillangó borsó tea, és még a Kylie Jenner is ilyet iszik, úgyhogy nyilván gyönyörű leszek utána, miután megittam. Look how cool this drink is, butterfly peach tea, no food coloring. Clitoria terna tea, és igen, a nuni után kapta a nevét, ha jól értesültem. Na most, hogy ez a formájában fog nekem megmutatkozni, vagy valami utóízben, vagy utóhatásban, az nem sokára kiderül. Úgyhogy kóstoljuk is meg! Na és akkor ameddig a teám elkészül, mert ez pár perc lesz, addig arra gondoltam, hogy ennék egy ilyen pop-tartot, aminek blueberry ízesítése van. De egyféleképpen ehetem ezt meg, amennyiben a tölteléke telibe kék. Ezt a szabályt hoztam. Na, wow! Hát... nem rossz! Itt van a remélhetőleg kék töltelékes pop-tartom. Szerintem ez Léa. Hát kár érte. Kell csinálnom egy másik fajta reggelit, de nem baj. Csak nagyon éhes vagyok most már. Ezek a puncik benne vagy mi? Nem gondoltam, hogy ízleni fog. Úgy döntöttem, hogy inkább tápióka pudingot fogok készíteni, mert az biztosan, hogy szuper extra kék lesz. Így néz ki a tápióka, meg fogjuk főzni egy kis tejben. Fogunk beletenni ebből a kék spirulina porból természetes színezőanyag, amelyet a spirulina kék algából nyernek ki. Mehet is! Nagyon büdös szaga van. Na jó, adjunk neki egy esélyt ízügyileg. Ej. Oh, hell no! Lehet, hogy nem szabadott volna ezt a spirulinát főzni, mármint, hogy forró dologhoz rakni, hanem valami turmixhoz, vagy én nem tudom mihez. Lehet, hogy főzés során jöttek ki belőle ebből az aromák, bár már nem főztem, mikor hozzáraktam, de még nyilván tűzforró volt, és ott csapott meg a szaga is igazából, úgyhogy lehet, hogy ezt nem szabad főzni. No, 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 no. Ezen a ponton eszek egy ilyet, ez lesz a harmadik reggeli próbálkozásom. Ez lila. Éhes vagyok. Van benne kék. Ugh.
Srácok, kitettem magamért, oda nézzetek, még csináltam magamnak egy kék sminket is. Beleöltöztem csupa kékbe, hogy elkészítsük együtt a kék ebédünket, ami konkrétan egy kémiai kísérlet lesz. A reggeli katasztrofálisan sikeredett, de ez nem veszi el a kedvemet attól, hogy kísérletezzek, úgyhogy valahogy most át fogok varázsolni zöldséget kékén, na figyeljetek! Tökéletes megvilágítás, köszönjük szépen! Szóval, ez itt egy vörös káposzta, ami lila. De ha adunk hozzá szódabikarbonát, kék lesz! Állítólag, azt mondták, remélem azudták. Lássuk, hogy működik-e. Kezdek baromi éhes lenni, úgyhogy ameddig elkészül az ebédem, addig kihúzom egy kis gumicukorral. Oh no! Ah, ez az. Abszolút azt lehet rá mondani egyébként, hogy kékes színe van. Úgyhogy ezzel most meg vagyok elégedve, de befejeztem a kémiai kísérleteimet. Ezúttal megfogom a spagettit, és beszínezem a kék ételfestékkel. Én most már biztosra játszok, srácok. És azután megehetjük a kék tésztánkat a káposztával, és egy kis kék sajttal, amiből van kettő fajta is. Oké. Ezt nem fogjuk megenni, de ez való életben telibe kék. Remélem, hogy a kamera is átadja, hogy azok ott kék darabok benne, úgyhogy Oh my god! Megkácsolunk az indexképet. Valószínűleg sok íze nincs, de egy kis olívaolajjal, egy kis fokhagymával lehet javítani. Tudom, hogy nem gusta, de ez naponta bármit megennék. Na jó, azért nem. Azt a kék pudingot biztos, hogy nem. Lehet inni egy kis ilyet. Szóval kettő opcióm volt így a vacsorát illetően, az egyik az, hogy csinálok ilyen görög gyümölcslevest, és beszínezem ezzel a Málna Blue Circle-bel, adva neki egy kis extra ízt, vagy csinálok egy kis gofrit, amit be tudok színezni ezzel a blue sziruppal, lehet tenni a tetejére egy kis kékáfonyás joghurtot, ebből pedig kiválogatni a kékeket, hogy még extrább legyen, és hát természetesen ezt az opciót választottam. És kb. 50 elcseszett gofri után megszületett a kék. De utálok. Mivel a kékáponyás joghurt lila volt újfent, ezért egy kis kék sprinkle-tel bekékítettem. Oh, I love that. That's it, folks. Nézzük a nyerőpárost, és van még nekem itt ilyen olvadós rágom, be van kék, gumicukor, amiben van kék. Ati már nézeg. Nem bírok már édeset enni, tessék? Nem bírok már. Jó, egy kéket megeszek. Kék. Egyértelműen a jenőknek és a petéknek szurkolunk. Van ilyen kex, de lássuk betöbb, mint valószínűleg lila lesz, úgyhogy nem bírom már a csalódást. Meg az édeset sem bírom már, viszont stripes and blue. Naturally blue potato. Remélem, hogy tetszett a videó, azt elfelejtettem meginni ezt a nagyon cool üdítőt a videóban, úgyhogy ezzel kocintok most veletek a nagy visszatérésemre, ugyanis mostantól több videóra számíthatok, mint az elmúlt időszakban, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, akik itt voltak velem eddig is. Ígyunk is rá, tényleg! Rengeteg ötletem van az elkövetkezendő időszakra videók terén, de ha van bármi ötletetek, hogy kérdéstek, azt mindenféleképpen írjátok meg nekem kommentben, és azt is, hogy szerintetek, hogy teljesítettem ezt a kihívást, egy picit fél volt az elején. Szerintem utána belejöttem, ezt a videót egyébként pár nappal Mézike érkezése előtt, aki a háttérben zajong, vettem fel. Úgyhogy ebben a videóban ő még nem szerepelt, de hogyha gondoljátok, most megmutatom nektek őt, mert annyian kértétek az Instát. Hello cuteness! Ő itt Mézike, akivel a következő videómban biztos, hogy több időre is találkozhattok. Hey, Mézi, ne aludj, forgatunk. Szóval a következő videómban biztos, hogy több időre is találkozhattok vele, mint most, de itt egy kis bemutatkozó. Ő itt Mézi, a kiskutyánk.
Nagy boldogságunk! Köszönöm, hogy itt voltatok velem, lájkoljatok a videót, ha tetszett, és mindenféleképpen iratkozzatok fel, ha tetszik ez a 24 órás ételes kihívás sorozatom, vagy bármelyik videóm, hogy tudjunk találkozni legközelebb, és ne maradjatok le semmiről. Sziasztok!